egyik támogatás az az, hogy... A megyében szinte minden településen van legalább egy civil szervezet, amely jelentős részt vállal a helyi közösségi élet szervezéséből, valamint besegít az önkormányzati feladatok ellátásába. Az egyik legfőbb tulajdonságuk az, hogy önkéntes munkát tudnak vonzani maguk köré. Közel 10 000 önkéntes az, aki itt a megyében regisztrálva van ezekhez a szervezetekhez kapcsolódik. A másik pedig az, hogy tevékenységét tekintve ezek valóban közösségépítő szervezetek, olyan szervezetek, amelyek egy adott település legyen egy 200 fős kisebb falu, vagy egy nagyobb város itt Szombathelyen is élhetővé varázsolja, közösségben megélhetővé varázsolja. A kormány is kiemelten támogatja ezeket a szervezeteket. Egyrészt a megyei civil információs centrumon keresztül, amely szakmai, jogi tanácsokkal szolgál a hozzáfordulóknak, másrészt a Nemzeti Együttműködési Alapból nyújt anyagi támogatást. Emellett az önkormányzatok is segítik a szervezeteket. A megyei önkormányzat elsősorban a civil bizottsághoz tartozó civil alapján keresztül támogatja a civil szervezetek tevékenységét. Itt nem kell nagy támogatásra gondolni, hisz az a évi 4 millió forint 80-90 fele oszlik, de sokszor ennek a nem túl nagy mértékű támogatásnak köszönhetően lehet megvalósítani helyi szempontból fontos kezdeményezéseket. A szombathelyi önkormányzat is nagyon sok civil szervezettel áll kapcsolatban. A civil szervezetek közül vannak, akik az önkormányzat kötelező feladatellátásában, és vannak, akik a nem kötelező feladatellátásában aktívan közreműködnek. Velük feladatellátási megállapodásokat kötöttünk, és általában a költségvetésben külön soron kapnak támogatást a tevékenységükhöz. Ezen kívül pedig vannak olyan civil szervezeteink, akik pályázati formában kapnak támogatást. A civil szervezetek különösen a sport, az egészségügy, a szociális ellátás, valamint a kulturális élet területén járulnak hozzá az önkormányzattól átvállalt feladatok színvonalas ellátásához.